Magyari Beck Szabival versenyeztünk együtt, hát szerintem... 97. Én 2000 környékét lőttem volna be, de 97, és akkor szerintem a Mitsubishi Mirage volt. Mirage, ami ugye Colt, ugye Csukovics-féle ex-autó, és ugye az első versenyünk azért, hogy így ismerjük egymást. Az Miskolc volt szerintem. Nem, Esztergom, és lábatlanon fölborultál kanyarba, ahol én megérkeztem utána, ahol a nézők akkor raktak vissza az útra. Úgyhogy mi azért így ismertük meg egymást, Barni. Na, hát azért, hogy van benne egy 20-as. Na, talán egy kicsit meg áfa, igen. Legyen több. Viszont hát lett egy bajnok a tavalyi esztendőben, ami tulajdonképpen ugye a 2019-es szezon. Így van. Két VD-ben másodosztályban, és azért ugye kriózoztam én is rengeteget, nekem 10 évvel ezelőtt a bajnoki címem, tehát ennyivel vagyok idősebb, mint te, magyar, maradjunk ennyivel. Sajnos nem, egy idősek vagyunk, ezt is tisztáztuk már egy párszor, úgyhogy. Jó. Mennyire izgalmas most az évszerrel, illetve felfoghatjuk ezt buli versenynek levezetésként, és én azt hiszem, hogy így a Kanyi-Kanti, Gondola, Petiféle egész kis brigád úgy tűnik, hogy, hogy egész jól egyből. Igen, ugye Fehérvárkor után mentünk el Antékhoz, és onnantól tartozunk ugye mi is a csapathoz, a felkészítésben minden pedig segítenek. Pedig itt azért egy másik felirat is van. Így van, így van. Azért még ott megyünk, és ugye hát Jánosnak is azért köszönünk szépen mindent, meg Barninak is, mert hát ugye mindig kapom az ívet ott is. Gódor Barnáról beszélünk ugye, úgyhogy kedvesek, még mai napig. De nem, tényleg köszönöm szépen, főleg ezt a versenyt igazából Petinek meg a Antinak, mert igazán ezt ők hozták össze. Én csak kaptam egy fényt, hogy én menni szeretnék rajta. És akinek nagyon-nagyon köszönöm, ugye nem másul bent, mint Velezdi Eszter. Úgyhogy egy igazából... Eszti Kertész Krisztiánnal volt 2018-ban bajnok az Opel Astrával. És ebben 2019-ben ki a kupa bajnok a szintén? Petrával. A Petrával, így van, tehát ugye... Rajnyák Petrával, mi ugranak? Azért hiába öregszünk. Nem öregszel, jó vagy még friss a memóriád. Neked is azért még őszajszál az megvan, nekem köszönöm, is. Köszönöm, de azért még elő tudjuk még szedni. Még azért van, hátulról, valahogy előjön. Tehát igazából ezt így sikerült befűteni, hogy jöjjön, és csodákat látok, hallok. Brutál jó navigátor. Vizuális típus vagyok, tehát értem, hogy vizuálisan is nagyon jó. Nyugtass meg, hogy ez csak is versenyzésről ez szól. Ez most munka. Ez abszolút munka. Ez meló kapcsolat. Ez meló kapcsolat. Ez így marad egyelőre. Ez meló kapcsolat. De nem, ez őszinte volt. Nagyon-nagyon köszönöm neki is. Tényleg átküldtem ilyen belső videókat, hogy nagyjából mit szeretnék, hogy szeretnék. És egy készizinerrel megérkezett a verseny napjára. Tehát csak bele kellett javítanunk, ő videóban megírta. Úgyhogy így abszolút. Ezek ez nem vagyok hozatokon. Igen, ez már 2020. Tehát ezt mi nem értjük szerintem, és én se értem. És hát az ugratón elmondta, hogy hát ha elveszem, nem vettem el, úgyhogy mondta, azért ekkorát még nem ugratott ott, úgyhogy mondtam, örülök neki. Ja, de az autó egyben van. Igen, tegnap... Maradt 2020-ra is? Hát az autó marad, az, hogy hol megyünk és mit játszunk, azt még nem tudom. Ugye Anték próbálnak fűteni Mitrópára, hogy egy-két, három-négy futamra menjek el. Igazából én gondolkoztam azon, hogy megvédeni a bajnoki címet, de hát kéne hozzá találni egy navigátort, mert ugye az nincs. Úgyhogy ez még nagyon-nagyon képlékeny. Még messze van. De nagyon hamar eltelik az a három. Az a három hónap, igazad vagy, messze van, holnap itt van. Szabi, köszönöm, és bujék nektek!